A menyasszony köntös. Csak három nap volt még hátra a menyegzőig. Vasárnap délután Atali kisasszony elment sorba látogatni leánykori barátnőit. Ilyenkor az a kiváltságuk van a kisasszonyoknak, hogy egyedül tehetnek látogatást anyai kíséret nélkül, hiszen annyi titkos mondani valójuk lehet egymás között. Utoljára leánykorukban. Tehát Zófia asszony is otthon maradhatott. Őrült annak legjobban, hogy van valahára egy nap az esztendőben, amikor nem kell látogatóba menni, látogatást várni, leányt strázsálni, német társalgást hallgatni, amiből ő egy szót sem értett, hanem otthon lehet maradni, és visszagondolni boldog szoba leánykorára. Mikor egy ilyen szabad vasárnapi délután teleszette kötényét főtt kukoricával, aztán kiült a lócára, és egész estig hámozta a kukoricát, és eszegette szemenként, és közben plegykálkodott vidám cselétpajtás nőkkel. A szabad nap, a főt kukorica most is csak megvolna, csupán a cselétpajtás hiányzik a konyhalócáról. Zófia asszony még a szobaleányt és a szakácsnőt is elbocsátotta sétálni, hogy egyedül maradhasson a konyhában. Mert főt kukoricát szobában enni nem lehet, az elszórandó híjak miatt. Aztán csak került rangjához illő társaság is, oda sompolygott hozzá Tímea. Annak sem volt már semmi dolga. A hímzet elkészült a menyasszonyi ruhán, most már a szabónál van az, aki azt bizonyosan el fogja készíteni az utolsó napnak, az utolsó órájára. Tímea éppen odaillett Zófia asszony mellé a lócára. Ez is olyan eltűrt lény a háznál, mint ő, a különbség kettőjük között csak az, hogy Tímea azt hiszi magáról, hogy ő kisasszony, még mindenki tudja róla, hogy ő csak cseléd. Zófia asszonyról pedig mindenki tudja, hogy ő úri asszony, de ő maga azt hiszi magáról, hogy ő csak cseléd. Tehát Tímea odabújt Zófia asszony mellé a kispadra, mint ahogy szoktak Pesztonka és Szakácsnő, akik egész héten mindig teszik és tűrik a veszekedést, vasárnap aztán egymás mellé ülnek, és pletykáznak. Csak három nap volt még hátra a menyegzőig. Tíme a széttekintett félénk figyelemmel, ha nem hallgatózik-e valaki. és Aztán azt kérdés súgva Zófia asszonytól. Zófia mama, mondja meg nekem, milyen az az esküvő? Zófia asszony vállai közé húzta a fejét, döntszülő rázogatással, mint mikor valaki befelé nevet, s ravasz szemeivel a kérdő gyermekre sandított. Igazi bén cselédi rosszalkodással kapott a kis cseléd nevetséges gyöngéjén, hogy aztán megtódítsa. – Jaj, te tímea! kezdémese mondó ájtatossággal. Az nagyon szép dolog, hiszen majd meglátod. Egyszer már meg akartam lesni a templomajtóból, gyóná meg őszintén a leány. Odalopúztam, mikor egy olyan esküvő készült oda De nem láthattam többet, mint mikor a vőlegény meg a mennyasszony odamentek egy szép, aranyos almárium elé. Az az oltár! Akkor egy rossz gyerek észrevett, s kikergetett a templomból. Ki még innen, te török leány? Én aztán elszaladtam. Hát, tudod, kezdi a magyarázatot Zófia asszony, szemenként hámozgatva, s rakva a szájába a főt kukoricát. Azután azt csinálják, hogy előjön a tisztelendő úr, a pópa, a fején van egy aranysüveg, a vállán nagy, arancsatos, hímzett köpönyek sejebből. Kezében egy nagy, kapcsos könyv abból olvas és énekel, gyönyörűségesen. A vőlegény meg a menyasszony letérdelnek az oltár zsámolyára, akkor aztán megkérdi a vőlegénytől meg a menyasszonytól, hogy szeretik-e egymást. És azután felelni kell. Hát persze, nem csak azt kell megmondani, hogy szeretem, hanem ezután még abból a könyvből felolvassa a pap először a vőlegény előtt, aztán a megyasszony előtt az esküvést, hogy ők egymást ezután is mindig szeretni fogják, soha el nem hagyják, holtig egymás éj maradnak, s megesküsznek az atya, fiú, szent lélekre, a boldogságos szűzre és minden szentekre, örökkön, örökké, amen. Az egész kórus énekli utána az ámen. Tímea fázósan borzongott össze. Akkor ezután a pap előveszi egy ezüstálcáról a két jegygyűrűt, és az egyiket a menyasszonynak, a másikat a vőlegénynek az ujjára húzza, és azután a kezeiket egymásba teszi, azokat egy aranyos övvel bepólálja. Az alatt a kántor meg a kórus orgonaszó mellett éneklik, hogy Gaspadi pomilúj, Gaspadi pomilúj. Ah, milyen bűbájosan hangzó szónak tetszett ez Tímea előtt. Gászpagyi pomilúj, ez bizonyosan valami áldást hozó bűvige lehet. Aztán leterítik a vőlegényt is, a menyasszonyt is egy vég, nehéz, virágos sejemmel, tetőtől talpig, és az alatt, míg a pap rájuk olvassa az áldást, a két nagy két ezüst koronát tart a fejük fölött. Ah, Zófia asszony kapott a gyermek érdekeltségén, s hozzá látott annak a képzeletét felgyújtogatni az oltári gyertyákkal. Ez alatt folyvást énekli a kórusa, gazpagyi pamilújt, akkor a pópa kezébe veszi az egyik ezüst koronát, s oda azt a vőlegénynek, hogy csókolja meg. Mikor azt megcsókolta, szépen a fejére teszi, s ezt mondja hozzá. Én tégedet, Istennek szolgáját, megkoronázlak ezen Isten szolgálójának urává. Azután pedig veszi a másik ezüst koronát, s azt megcsókoltatja a menyasszonyjal. Azt is megkoronázza? Azt is. Hát annak mit mond? Annak meg azt mondja. Én tégedet, Istennek szolgálóját, megkoronázlak ezen Isten szolgájának asszonyává. Nagyon szép. Igen, szép. Akkor aztán a diakónus elkezd imádkozni az új párért, s az alatt a pópa megfogja a kezeiket, s háromszor körülkerüli velük az oltár. Mikor az megvan, akkor a násznagyok leveszik róluk a sejemterítőt, amivel le voltak takarva mind a ketten. A tenger sokaság ott a templomban ezt mind nézi, s úgy suttogják az emberek. Jaj, de drága látó szép asszony, Jaj, de gyönyörű egy pár! Tímea szűzies ábrándal bólingatta fejét, mintha úgy találná, hogy ez jól is van így, s nagyon szép lehet. Zófi asszony nagy lélegzetet vett a tovább Akkor aztán a pópa egy aranypoharat hoz elő, abban bor van. A vőlegény és a menyasszony isznak abból egymás után. Igazi bor van abban, Kérdé Tímea ilyetten. A hajadoni írtózata bortól összekerült a Mohamedán bortilalom emlékével egyszerre. Hát persze, igazi bor, azt ki kell neki inniok. A vőfélyek és nyoszoljó lányok ez alatt mézben főtt búzát hintenek reályok. Abban van az áldás. Jaj, hallod-e, nagyon szépen. Tíme a szemei a delejes álom látnoki tüzével ragyogtak. Végig képzelte ezt a titok teljes jelenetet, mely félig vallási misztérium, félig szívbéli talány, és egész alakja remegett tőle. Zófia asszony pedig úgy nevetett magába befelé, s folytogatta a nevetés vágyát főt kukoricával. Jó mulatság volt ez nagyon. Kár, hogy félbeszakítást szenvedett. A konyhajtóhoz férfi léptek közeledtek, és egyenesen benyitott valaki. Minő rémület. Ez a valaki kacsuka úr volt. Hú, be megijedt Zófi asszony, mert hogy csak papucs volt a lábán, s a köténye tele kukoricával. Mit rejtsen el hamarabb? De jobban megijedt Tímea, pedig neki nem kellett semmit elrejteni. Bocsánat, szólt Kacsuka úr családias otthonossággal. Oda elől minden ajtót zárva találtam, ezért kerültem a konyha felé. Igen ám, sikoltozik Zófia asszony, a leányom elment vizitába a barátnéihoz, a cselédeket eleresztettem a templomba, csak magunk vagyunk itthon ketten. Azért ülünk itt a konyhában, amíg a cselédek visszajönnek. Engedelmet kérünk a kapitány úrtól, hogy ilyen neglizsében vagyunk. Nem tesz semmit, Zófia mama, szólt a kapitány nyájasan. Hát akkor én is itt maradok a konyhában. Ó, kérem, azt meg nem engedhetem, itt a konyhában. Az sincs, ahova leültessük a kapitányurat. Zófia asszony igazán nagy zavarban volt. A vizit szobába nem vezetheti a kapitányt, mert ő maga nagyon konyhához van öltözve. Tímeát nem küldheti be vele, amíg maga átöltözködik, mert az nem illenég, hanem a kapitány ügyes hatpi volt, minden helyzetbe beletalálta magát. Soha se ceremóniázzon velem, Zófi mama. Itt van, leülök erre a kannára. Nagyon jó helyez. S leült a kannára, tímeával szemközt. De már most még a kukorica volt a nagy baj. Abból is kisegítette Zófia asszonyt a kapitány. Zófi mama, tám bizony kukoricát majszol. Sose restelje. Jó az vasárnap délután. Adjon nekem is ide a sipkámba egy marokkal. Én is szeretem. Zófia asszony Tökéletesen le volt főzve a kapitány által, mikor azt látta, hogy ez a sipkájába töltött népies csemegét csak ugyan megeszi, mégpedig hámozatlan és egész marok számra. Ez egészen népszerűvé tette a kapitányt, a nagyasszony előtt. Hát, éppen arról beszéltem Tímeának, kezdi a társalgás Zófia asszony, hogy Tímea azt akarta tőlem megtudni, hogy vajon milyen lehet az a keresztelés. Tíme, már futni akart, ha Zófia asszony az igazat megmondja. Hanem Zófia asszony nem azért volt eladó leány mamája, hogy a véletlenül belépő látogató előtt extempore másra ne bírja fordítani a beszédet. Azt magyaráztam neki, hogy milyen az a keresztelés, Attól van most megijedve, nézze, hogy remeg, mert azzal ijesztgettem, hogy bepólálják őtet is egészen, mint a kisbabákat, mikor keresztelni viszik, és azután sírni kell neki is. <laughs> no, ne félj, no, nem úgy lesz, csak tréfából mondtam. Azért van legjobban megijedve, mert azt tudja, hogy a kereszteléssel egészen elrontják a frizuráját. Jó lesz egy szóval megemlékezni, tíme a frizurájáról is. Gyönyörű haja volt, hosszú és tömött. Atalinak az a tréfás mulatsága volt ezzel a szép hajjal, hogy a fodrásznőjével mindenféle csodásnál csodásabb csavarítványokat készítetett belőle. Egyszer magasra felfeszítette az egész haját Tímeának simára kent halántékokkal, és felül tornyot építetett belőle. Másszor széthúzatta kétfelől, szárnyformára, denevér alakra, majd meg kétfelől kosszarvakat csavartatott hajából, hátul kuszán hagyva a fejét, s minden haját a füleire tapasztva. Hordatott a gyermekkel olyan hajdívatokat, ami nőket soha senki sem viselt nevetséges, furcsa, felőtlő égítményeket és ezeknek létrehozásában nem kímélték a forróvasat, a sodrony tekercset, a papíjókart, a kefét, a viaszkenőcsöt. Ez mind rokoni szeretet fejében ment, és a gyermek nem tudta azt, hogy ez neki mind rosszul illik. Kacsuka úr felvilágosította őt róla. Ugyan tíme a kisasszony. Ne félse olyan nagyon ezt a frizurát. Sokkal szebben illenék kegyednek, ha egészen egyszerűen viselné a haját. Kegyednek olyan szép haja van, hogy Isten ellen való vétek azt vassal sütögetni, biasszal feldudorítani. Ne engedje azt többet. Kár ennek a szép hajnak minden száláért, ami elvész. Pedig ettől a hajkínzástól, amit kegyetek, piperének neveznek, csak romlik a haj, elveszti fényét, a haj a hegyén meghasadozik, könnyen elszakad, és hamar hullani kezd. Mind nincs erre a mesterséges fonadékra kegyetnek szüksége, hisz olyan gyönyörű tömött hajzata van, hogyha az egész egyszerű fonadékban tűzi föl a fejére, annál szebb fejdízt nem kívánhat magának. Meg lehet, hogy kacsuka úr mindez csupán egy kínzott szép hajzat iránti emberbaráti rokonszenfből mondta, és semmi egyéb szándoka nem volt vele, mint tíme a gyönyörű haját megszabadítani a ráerőszakolt furcsaságoktól, hanem a hatás, amit szavai előidéztek, mélyebb volt, mint ő maga hitte. E perctől fogva Tímea úgy érezte, mintha ez a fejébe dugott fésű, az egész fejét akarná kiszakítani a helyéből, s alig várhatta, hogy kacsuka úr eltávolszék. A kapitány nem is időzött ott sokáig. Könyörületes volt Zófia asszony iránt, ki ott léte alatt folyvást küzdött azzal a nehéz feladattal, hogy rongyos papucsokba bújtatott lábait ide-amoda eldugdossa. Kacsuka úr megígérte, hogy még ma egyszer el fog jönni, és aztán búcsút vett és eltávozott. Zófi mamának kezet csókolt, Tima előtt pedig mélyen meghajtál magát. Alig húzta ki a lábát a kapitánya konyhából, Tímea leszakítá fejéről a magas fésüt, letépte a feltornyozott hajfonadékokat, egy perc alatt szétbontotta egész frizuráját, s azzal nekiállt a vizes dézsának, s elkezdte haját és egész fejét tisztára mosni. – Mi csinálsz, de leány? – sikoltozott rá Zófia asszony. – Abba hagyod mindjárt! Úgy hagyod a hajadat, ahogy van! Hogy meg fog haragudni Atali, ha hazajön és meglátja? Hát haragudjék! – szólt a gyermek dacosan, kicsavarva áztatott haját, s azután leült a padra Zófi asszony mögé, és elkezdte szétzilált hajzatát egyszerű hármas fonatba idomítani. A dac már megszületett szívében. Kezdett nem félni. A kapitány szavai erőt költöttek lelkében. Az ő kívánsága, az ő ízlése törvény volt ránézve. Összefonta egyszerű tekercsbe a haját, úgy akasztotta azt fel természetes kondyban a fejére, ahogy az mondta. Zófia asszony kacagott magában, befelé fordított nevetéssel. Ez a leánygyermek egészen bolondában téve. Amíg az a haját fonta, Zófia asszony közelebb símult hozzája, s iparkodott kedvét keresni. No hát, hadd mondom el végig, milyen az az esküvő. Hol szakította félbe az a bohó kacsuka? Hely, ha tudná, hogy miről beszéltünk. No hát, ott hagyta el, hogy a menyasszony és a vőlegény egy pohárból isznak. A kórus meg a diakon ez alatt folyvást énekli, hogy Gászpadi Pamilúj! Akkor a pópa felolvassa az evangéliumot, és az alatt a násznagyok tartják a koronát az új házas pár feje fölött. Akkor azután a pópa átveszi a koronákat, visszateszi az ezüsttálcára, és így szól a bőlegényhez. Légy dicsőítve, mint Ábrahám, megáldva, mint Izsák, és megszaporodva, mint Jákob. Azután a megyasszonyhoz fordul, és azt mondja, légy magasztalva, mint Sára, őrveny, mint Rebeka, és szaporodjál, mint Ráhel. S ez áldás után a menyasszony és a vőlegény egymást a nász nép előtt, s az oltár előtt háromszor megcsókolják. Tímea a szemeit, hogy ne lássa azt a jelenetet. Atali csak elbámult, mikor hazaérkezett, s meglátta Tímeát lebontott hajával. Hát te neked kiengedte meg, hogy a hajadat lebontsd. Hol a zsiráf fésűd? Hol a csokrod? Feltűzöd mindjárt? Tímea összeszorítá az ajkait, és megrázta a fejét. – Teszed mindjárt, amit mondok! – Nem! Atali elbámult e szokatlan magadságon. Ez valami hallatlan volt előtte, hogy ellent merjen valaki mondani. És méghozzá ez a kegyelem fogadott gyermek, aki olyan alázatos volt mindig, aki a lábát csókolta egyszer. Nem, kérdezi odalépve Tímea elé, s dütöl kikelt arcát annak fehér arcához közelítve, mintha el akarná azt égetni. Zófia asszony egy szögletből nézte azt nagy kár örömmel. Mondtam, ugye, hogy majd kikapsz, ha Atali megjön? Tímea pedig odanézett Atali szikrázó szemeibe, s még egyszer ismétli. Nem. Miért nem? kiállta Atali. Most már az anyához hasonlított a hangja, s az apjáihoz a szemei mert így szebb vagyok, felelt Tímea. Ki mondta azt neked? Ő! Atali két kezének minden ujja saskörömmé még görbült, összeszorított fogai kibillantak szép ajkai közül. Most mindjárt széttépi ezt a leányt. Akkor aztán elnevette magát. Gúnyos kacajba csapott át féktelen dühe, ott hagyta tímeát, s eltávozott a szobájába. Még aznap este ellátogatott a házhoz kacsuka úr. Ott maraszták vacsorára. Az asztalnál Atali szokatlan nyájassággal halmozta el Tímeát. Nem látja, kapitány úr, mennyivel szebb így lebontott hajjal Tímea? Igaz, erősíti a kapitány. Atali mosolygott. Most már nem tréfa, de fenyítés volt az, amit a gyermeken ki kellett elégítenie. Csak két nap volt hátra a mennyegzőig. E két nap alatt Atali csupa figyelmesség és gyöngétség volt Tímea irányában. Nem bocsátotta ki a cselédekhez, s a szolgálóknak meg volt hagyva, hogy mikor bejönnek a szobába, Tímeának is kezet csókoljanak. Zófia asszony többször nevezte őt úgy, hogy kis menyasszony. A szabó is hazahozta a menyasszonyi köntöst. Minő gyermekes öröme volt Tímeának, mikor azt meglátta, hogy táncolt, hogy tapsolt a tenyereivel. No, próbált próbáld fel a mennyasszonyi köntösödet, mondta Atali kegyetlen mosolygással. A lányka felhagyta magára adni a pompás mennyasszonyi köntöst, saját keze hímezte azt. Ő nem viselt válfűzőt, s termetek korához képest eléggé ki volt fejlődve. Az öltöny egészen ráillett.